Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Eszközöket kaptak a tűzoltók, 30 millió forint jutott a Tolna megyei szervezeteknek. Rendőri intelmek, az ünnepek alatt sem pihennek a tolvajok. Készülünk a karácsonyra, van, aki már mindennel elkészült, mások még a boltokat járják. Elismerték az énekest, a Tücsök zenés színpad legidősebb tagja vehette át Szekszárdváros kitüntetését. 30 millió forint értékű eszközöket és azokra fordítható pénzt nyertek pályázati úton a Tolna megyében működő önkéntes és önkormányzati tűzoltóságok, valamint a mentőszervezetek. Az átadásra karácsony előtt csütörtökön délután került sor. Ennek már sok éves hagyománya van. Gratuláció is járta a most kapott eszközök mellé. A Cikádor Főnix Egyesület civiljei diák tűzoltók képzésével foglalkoznak, ők a gyerekeknek pályáztak sikeresen egyenruhákra. A versenyeinken, tehát az ifjúsági CTF versenyeken ott már országos szinten kötelező az egységes megjelenés, és mi 2 évvel ezelőtt a Tűzoltó Szövetség által kaptunk ezeket a francia ruhákat, de a gyerekek, ahogy nőnek, ezek mérethiányosak. A tamási tűzoltókhoz is jutotta a mostani forrásból. Ők pénzt nyertek egy pályázaton, amiből nagyértékű, a tűzeseteknél fontos eszközt vesznek. Mi ezen a pályázaton pénzösszeget nyertünk, számszerűsítve 950 ezer forintot, ami egy 3,5 milliós magas nyomású oltóberendezésbe egy lábként teszünk be, tehát másik pályázatokkal összevontunk ezt a pénzt is, és valamikor a jövő év folyamán, tavasszal, január-február magasságába megkapjuk. Erdőtüzeknél tudjuk nagyon jól használni. Már sok éves hagyomány, hogy karácsony előtt az önkéntes és a települési tűzoltóságok, valamint a mentőszervezetek központilag eszközöket és azokra fordítható pénzt kapnak. Tolna megyébe idén nagyjából 30 millió forint jutott. A szakfelszerelések én általánosságban így fogalmaznám meg. Az egyesületek minden évben felmérik azt, hogy mire van szükségük. Az, amikor új tag kerül mondjuk a csapatba, akkor mindenképpen szükséges neki egy egyéni védőeszköz, védőöltözet, akkor pedig védőruházatot fognak a pályázati keretbe betenni. Ha pedig azt mondják, hogy a településen mondjuk nagyon sok alkalommal villámárvíz lehetséges, akkor meg mondjuk egy Honda szivattyút fognak majd igényelni a pályázat során. Tehát mindig az adott helyszínre vonatkozóan, az adott településre vonatkozóan igénylik meg ezeket a felszereléseket a kollégák. Tolna megyében egyébként 21 önkéntes tűzoltó szervezet működik, 3 önkormányzati és 5 települési mentőegység. Ők most mindannyian kaptak eszközöket vagy pénzt. Elértük a célunkat, az év végéig minden olyan megállapodást aláírt Magyarország az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést, közölte a területfejlesztési miniszter Facebook oldalán csütörtökön közzétett videóüzenetében. Navracsics Tibor beszámolt arról, hogy a hét elején a magyar kormány nevében aláírta a nemzeti helyreállítási tervvel kapcsolatos megállapodást, csütörtökön pedig az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar operatív programokat és magának a partnerségi megállapodásnak a szövegét. A paksi atomerőműben újabb hosszú hónapokra elegendő nukleáris fűtőanyag áll rendelkezésre a biztonságos működéshez, miután újabb szállítmány érkezett csütörtökön, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, az energiaválságban megnőtt annak jelentősége, hogy melyik ország tudja előállítani a maga által felhasznált villamos energia nagy részét. Magyarországon a paksi atomerőmű a villamos energia termelés felét és a fogyasztás harmadát adja, tette hozzá. Energiabiztonságunk szempontjából meghatározó tehát az erőmű biztonságos, kiszámítható működése. Ehhez nukleáris fűtőanyagra van szükség, amelyet Oroszországból importálunk, közölte. A miniszter jó hírnek nevezte, hogy csütörtökön megérkezett az újabb fűtőanyag szállítmány, ezúttal egy teljesen új útvonalon.
Bevásárláskor minden esetben zárjuk be a táskánkat, és ne adjunk lehetőséget a zsebtolvajoknak arra, hogy bosszúságot okozzanak nekünk az ünnepek előtt. Lehetőleg bankkártyával fizessünk, és ha elmegyünk otthonról, zárjuk be az ingatlant. Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője arról beszélt stábunknak, hogyan óvjuk meg értékeinket az ünnepi hajrában, hiszen a tolvajok karácsonykor sem pihennek. Közeledik a karácsony, ilyenkor egyre izgatottabb és talán kicsit szétszórtabb mindenki, hogy az ünnepekre mindennel készen legyenek. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a bevásárláskor és az ünnepek alatti családlátogatás alkalmával is vigyázzunk értékeinkre. Az első és legfontosabb, hogyha elmegyünk otthonról, akkor az ingatlanainkat minden esetben jól zárjuk be, és ne tegyük virágcserép alá, akár lábtörlő alá a kulcsot, hiszen azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak hivatásszerűen, hogy mások ingatlanaiba bemennek, ezeket a helyeket előszeretettel keresik meg, és sokkal könnyebb dolguk lesz, hogyha így teszünk. A szomszédot vagy a közelben élő rokont megkérhetjük, hogy a postaládát ürítsék ki, és a redőnyt olykor húzzák fel, így annak látszatát keltjük, hogy otthon van valaki. A szóvivő kiemelte, a bevásárláskor is fontos, hogy odafigyeljünk. Autóinkat mindig zárjuk be, azokban semmilyen nagyobb értéket látható helyen ne hagyjunk, hiszen ez is hivalkodó lehet, és egyetlen mozdulattal a hozzáértők kitörik az autónknak az üvegablakait, kipakolnak belőle, és már boldogtalanná is teszik a karácsonyunkat. Emellett a bevásárlóközpontokban nagy tömegben közlekedünk, az értékeinket mindig úgy tegyük el, hogy ahhoz ne férhessenek hozzá akár a zsebtolvajok. Ez azt jelenti, hogy ne tegyük jól látható helyre, és a táskát is cipzározzuk be inkább. Ha sok készpénz van nálunk, azt ne egy helyen tartsuk a biztonság kedvéért, de a legjobb, ha bankkártyával fizetünk. Nagyon fontos az, hogy az ünnepek nyugalmát mindenki számára meg tudjuk őrizni, ezért kollégáim fokozottan fognak ellenőrzéseket tartani az ünnepi időszakban is, hiszen Tolna megyében sajnos megemelkedett azoknak a baleseteknek a száma, amelyeket ittas vezetők okoznak. Ez azt jelenti, hogy a sérüléses baleseteknek csak nem 13%-ában az ittas volt a járműnek a vezetője, aki a balesetet okozta. Éppen ezért az ünnepi időszakban is számítani lehet a megye egész területén a szondáztató járőrökre, és mivel Magyarországon zéró tolerancia van, az egyenruhások mindenkivel szemben eljárást indítanak majd, ahol pozitív értéket mutat a műszer. Közel 10 évig élt inkognitóban Magyarországon az a 42 éves román férfi, akit a Tamási rendőrkapitányság munkatársai Nagykónyi Meggyes pusztán fogtak el. A helyi körzeti megbízott és a bűnügyesek összehangolt munkájának eredményeként december 21-én meglátogatták a férfit az otthonában. Az ellenőrzése során két hamis okmánnyal igazolta magát, de végül beismerte, hogy ki is ő valójában. A bemondott adatokat ellenőrizték, így derült ki, hogy a férfit 2013 óta körözik a román hatóságok, mert jogerősen több év börtönre ítélte őt a bíróság Romániában. A rendőrök őrizetbe vették, és ráadásként közokirat hamisítás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 42 éves férfit. További sorsáról a bíróság dönt a napokban. Mivel töltik az emberek az időt a karácsony előtti utolsó napon? Erről kérdeztük a szexárdiakat. Sokan már az ünnepre hangolódtak, nem ritka viszont, hogy valaki még a boltokat járja. Vannak, akik karácsony ide vagy oda dolgozni kénytelenek. Az egészségügy például az ünnepek alatt sem állhat le, sőt az évnek ebben a szakaszában nem ritka, hogy kifejezetten sokan kerülnek kórházba. Kórházba dolgozom, úgyhogy ott nincs szabad nap vagy ilyesmi. Illetve van szabad nap, de éppen a karácsony az ugyanolyan nap, mint minden más. Csütörtökön délelőtt még sokan a boltokat járták. Vannak, akik az utolsó pillanatra hagyják például az élelmiszerek megvételét. Még megyünk a boltba, foma fő van díszítve, világít is szép. Hát még van minden, amit még meg kell venni. De a legtöbben mégiscsak pihenéssel töltik a karácsony előtti napokat. Ez az időszak a nagy családi találkozásokról szól az emberek többségének. A gyerekei meghívtak, holnap már oda megyek az egyikhez, vasárnap a másik gyerekemhez megyek, unokák vannak, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy oda megyek karácsonykor. A családi összejöveteleken elengedhetetlenek a finom ételek és a sütemények. Nagyon sokat együtt vagyunk, még szerencse. Ez a szerencse, úgyhogy nem. Én már egy magamért nem nagyon főzögetek. Sütni sütöttem, megsütöttem a bejklit. Karácsony egyébként idén hétvégére esik, ugyanúgy, mint a szilveszter is, ezért most ez az időszak sokaknak csak néhány nap pihenést hoz. Már lehet jelentkezni a 2023. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre.
Az e-felvételi rendszerben lehet beiratkozni alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre, és legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg 2023. február 15-ig, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. A felvételizőknek 2023. február 15-ig éjfélig hitelesíteniük kell jelentkezésüket, amely már kizárólag ügyfélkapu segítségével lehetséges. Felhívták a figyelmet arra, hogy a résztvevőknek meg kell határozniuk a kiválasztott képzések sorrendjét, kifejezve ezzel preferenciájukat, ugyanis egy ember csak egy helyre vehető fel. Mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. Bonyhádi, Majosi és Kisvejkei családok karácsonyát tette szebbé az Angyalhívó Egyesület, Bonyhádváros önkormányzata, a Solymár Imre Városi Könyvtár és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ által közösen szervezett jótékonysági akció. A Völgységi Advent részeként megvalósított karitatív programon ajándékcsomagokat gyűjtöttek a nehézsorsú családoknak. Az Angyalhívó Egyesület tagjai még karácsony előtt eljuttatták a felajánlásokat a rászorulókhoz, akik nagy örömmel és köszönettel fogadták a szervezők figyelmességét. A szekszárdi tücsökzenés színpad életében rendkívüli esemény zajlott csütörtökön. Először vehette át a kimagasló művészeti tevékenységért járó városi elismerést a csoport egyik fiatal énekese. Juhász Bence több mint 2 évtizede tagja a társulatnak. Gyurkovics János alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a gyerekek nevelésében fontos szerepet töltenek be azok a művészeti közösségek, amelyek biztonságot és kulturális fejlődést biztosítanak a fiatal korosztály számára. Az állandóság biztonságérzetet ad, az sugallja, hogy minden rendben. És ha ekkora biztonságérzetet ad a külső szemlélőnek, mit jelenthet a benne élő fiataloknak? Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a Tücsökzenés Színpad karácsonyi műsorára érkezőket Gyurkovics János szekszárdváros alpolgármester. Kiemelte, az a munka, amit az itt szereplő gyerekek évtizedek óta elvégeznek, nevelőhatású és olyan sikerélményeket nyújt a gyerekeknek, amelyek örök életükben megmaradnak. Eléget mécsesek újra kigyújnak, és megállnak végre az éve. Régen várnak rá az örök. A tücsök életében egyedülálló alkalomra került sor, amikor a szekszárdvárosért a művészet erejével emlékplakettet vehette át Juhász Bence, aki 6 éves kora óta tagja a társulatnak, és ma már a Víg Színház Pár utcai fiú című előadásában szerepel. Tulajdonképpen nagyjából azt, ami most vagyok, tehát ha kiindulási pontot kell keresnem abban, hogy én ami lettem végül, vagy amivé majd válni fogok remélhetőleg egyszer, annak az alapjai azok itt lettek lerakva. A Béresné Kollár Éva vezette társulat ebben az esztendőben számos versenyen vett részt, és az énekesek rendszerint győztesként távoztak az énekversenyekről. Az idei karácsonyi műsor különlegessége pedig az volt, hogy bemutatták Dickens Karácsonyi Ének című művének pódium előadását. Regionális híreink következnek. Ajándékcsomag a pécsi és baranyai mentősöknek, folytatja a hagyományt a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Meleg ebéd, sütemény és élelmiszercsomag hajléktalanokon, rászorulókon segített a Máltai Szeretetszolgálat. A díszítéskor, főzéskor is oda kell figyelnünk a biztonságra, tűzmegelőzési tippek a katasztrófa védelemtől. Évek alatt hagyományt teremtett a Baranya megyei önkormányzat a koronavírus miatt 2020-ban elindított Baranya segít programmal. Őri László immár 4. alkalommal látogatott el a pécsi mentőállomásra a program keretében azzal a céllal, hogy könnyebbé tegyék a frontvonalban dolgozók napi munkáját. A Baranya segít elnevezésű program keretében évek óta hagyomány, hogy Pécset évvége felé a megyei önkormányzat kedveskedik a mentősöknek, azoknak, akik nem csak egész évben, hanem az év utolsó heteiben, napjaiban keményen helytállnak, ha menteni kell, ha emberéletről van szó. Az ajándékcsomagokat a pécsi mentőállomáson csütörtökön adta át Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Az idei évben olyan helytermelők által előállított finomságokat tettünk a karácsonyi dobozba, amelyet azt gondolunk, hogy jó étvágyal fognak a mentősök elfogyasztani karácsony napjaiban, az ünnepi étkezések után. Összesen 170 ajándékdoboz összeállítására került sor, amelyet a mentőszolgálat munkatársai eljuttatnak a megyei mentőállomásokra, és ott fogják megkapni az ünnepekbe a munkatársak.
Varga Gyula, Baranya megyei vezető mentőtiszt köszönetét fejezte ki munkatársai nevében is a Baranya megyei önkormányzat évek óta tartó támogatásáért. Örömünkre szolgál, hogy átadhatjuk, hogy a szolgáltat teljesítő bajtársaink számára ezt az ajándékcsomagot, és külön köszönjük azt a helytállást és azt a támogatást, amit évről évre kapunk a Baranya Segít programtól, és így elnök úrtól is. Nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönjük szépen! Az ajándékcsomag tartalmaz baranyai helyi termelők által készített gyümölcslekvárokat, gyümölcslevet, ivólevet, mézes puszedlit, sajtos tallért és kekszeket. Meleg ebéd, sütemény és élelmiszercsomag. Ezekkel kedveskedett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata pécsi hontalanoknak, rászorulóknak. Már sok éves hagyomány, hogy karácsony előtt megvendégelik a nehéz sorsú embereket. A jótékonyságért cserébe versekkel készültek a résztvevők. Mindig a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Vers részletekkel is készültek néhányan a Máltai Szeretett Szolgálat pécsi központjának udvarán. Itt várták ugyanis az önkéntesek a hajléktalanokat és a nehéz körülmények között élőket. Eleinte ezt az akciót egy kisebb csoport kezdeményezte, amikor zsíros kenyérrel és teával kínálták a Szeretett Szolgálathoz látogatókat. Mára azonban már kinőtte magát a program. Egy hosszú időre visszatekintő hagyomány, hogy karácsony előtt mindig vendégül látunk egy nagyobb létszámú embert, akik vendégeink ilyenkor. Tudják, hogy itt a Máltai Szeretett Szolgálatnál kapnak egy finom ebédet, és élelmiszercsomagot is szoktunk nekik osztani, és várjuk őket nagy szeretettel, hiszen mi azért vagyunk, hogy őket ellássuk. Az üstben főtt a meleg ebéd, a tálcákon pedig sütemények sorakoztak. Egy cukrászdától is kaptak felajánlást, de sok finomságot a máltai önkéntesei készítettek. Minden évben nagy érdeklődés övezi ezt a jótékony rendezvényt, 50 és 100 közötti azoknak a száma, akik az ebéden részt vesznek. A csomagosztásra 200-an iratkoztak föl ebben az évben, de ennél többet is ki fogunk osztani. Azt látszik már, hogy ez egy kicsit alacsony szám ahhoz képest, az igényhez képest, ami megjelenik. Azt is látjuk, hogy a hajléktalanok mellett olyanok is most már megkeresnek bennünket, akik éppen egy nehéz helyzetbe kerültek a válság miatt, és most keresnek olyan kapaszkodókat, amikkel még meg tudnak maradni a társadalmi szintjüknek annak megfelelő helyén, ahol jelenleg vannak. Amennyire a Szeretett Szolgálat ideje és kapacitása engedi, úgy ezekre az emberekre is igyekeznek odafigyelni, nem csak karácsonykor, hanem az év többi napján is. Akár 5 percen belül is kiéghet egy lakás, ha nem figyelünk oda. A fűtési szezonban, de főként az adventi, karácsonyi időszakban naponta 30 ilyen esethez riasztják a tűzoltókat országszerte. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy éghető anyagokat soha ne hagyjunk felügyelet nélkül, de ugyanilyen körültekintőnek kell lennünk a fényfüzérek és elektronikai eszközök használatakor, vagy a konyhában sütés-főzés közben. Ősszel és télen naponta akár 30 lakástűzhez is riaszthatják a tűzoltókat országosan, átlagosan 45 percenként kigyullad egy lakás. Az adventi időszakban kétszer annyi lakástűznél avatkoznak be a katasztrófavédelem tűzoltó egységei, mint az év más részében. A lángok legtöbbször 1-2 négyzetméteren pusztítanak, de naponta 2-3 lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, két naponta pedig meghal valaki lakástűzben. Ezek a tragédiák könnyen megelőzhetők lennének, ha például odafigyelünk a díszítéskor a tűzbiztonságra. Ha egy karácsonyfa ága meggyullad, akkor egy percen belül már az egész karácsonyfa égni fog, és 3-4 perc elég ahhoz, hogy a teljes szoba lángokban álljon. Így a legjobb, hogyha a karácsonyfa 1 méteres körzetébe semmit sem helyezünk. Ugyanez igaz a gyertya és a csillagszóró esetén is. A karácsonyi időszakban ugyanis ezek a tűzveszélyes dekorációk okoznak a legtöbbször lakástüzet, ami akár 5 percen belül is kialakulhat. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy soha ne hagyjunk felügyelet nélkül olyan éghető tárgyakat, melyek tűz közelében vannak. Fényfüzérek esetén figyeljünk rá, hogy annak a kábele ne legyen sérülve, ne legyen elvékonyodva, hiszen ez felforrósodhat, tüzet okozhat, és az áramütés veszélye is fent áll. Mindenképpen győződjünk meg róla, hogy kültéri vagy beltéri fényfüzérrel van dolgunk, hiszen a kültéri fényfüzéreket úgy tervezték, hogy ellenáll az időjárás viszontagságainak, esőnek, hónak, ködnek. A dekorációs elemeken túl a konyhában is figyelmet kell fordítanunk a biztonságra. A szakemberek azt javasolják, állítsunk időzítőt, hogy véletlenül se felejtsük a tűzhelyen a készülő ételt. A magyarországi németek országos önkormányzatának fő célja a nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók, valamint a magyarországi német identitás megőrzése és támogatása.
A pandémia után a 2022-es év mozgalmasan telt a német nemzetiség életében is. A tervek szerint a következő esztendő is bővelkedik majd országos és helyi kulturális programokban. Fejlődés várható az oktatás terén is, valamint a tanösvényhálózat is folyamatosan bővül. A magyarországi németek évszázadok óta gazdagítják hazánk kultúráját. Munkájukkal hozzájárultak és a mai napig hozzájárulnak az ország fejlődéséhez, valamint összekötő kapcsot jelentenek hazánk és a németül beszélők között világszerte. A magyarországi németek országos önkormányzatának a feladata, hogy az évszázados kultúrkincset ápolja, megőrizze és továbbadja a jövő generációjának. 2022-ben parlamenti választások és népszámlálás is zajlott hazánkban, melyek során a magyarországi németek is aktív szerepet vállaltak. Népszámlálás is volt az idén, most nemrég lett vége, ugye novemberben. Ez is egy nagy munka volt, és azért fontos ez, mert a nemzetiségi és választási eljárásra szóló törvény azt írja elő, hogy ott lehet nemzetiségi önkormányzatokat egyáltalán indítani, illetve megválasztani, ahol minimum 25 fő magát az adott nemzetiséghez vallotta magát. Kíváncsi vagyunk, a KSH-nak mindig egy év kell ennek a feldolgozására, ez gyakorlatilag erre várunk, de nagyon sok kulturális esemény, országos és helyi és események kerültek megrendezésre, amelyeknek nagyon örülünk. Búcsuktól kezdve nemzetiségi napokon, de akár a villányi hatalmas nagy svábzenei hétvégére, ha gondolok, minden szinten sok-sok kulturális rendezvényünk volt. A tervek szerint a következő esztendő is bővelkedik majd országos és helyi kulturális programokban. Fejlődés várható az oktatás terén is, valamint a tanösvényhálózat is folyamatosan bővül. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Eszközöket kaptak a tűzoltók, 30 millió forint jutott a Tolna megyei szervezeteknek. Rendőri intelmek, az ünnepek alatt sem pihennek a tolvajok. Készülünk a karácsonyra. Van, aki már mindennel elkészült, mások még a boltokat járják. Elismerték az énekest, a Tücsök zenés színpad legidősebb tagja vehette át Szekszárdváros kitüntetését. Szombaton többnyire erősen felhős borongós idő lesz jellemző, elszórtan szerte az országban előfordul szemerkélés, kisebb eső. Az ország nagy részén plusz 10 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Szenteste tovább csökken, vékonyodik a felhőtakaró, eleinte még előfordulhat kisebb eső, de ez is megszűnik. Éjjel szélcsendes, változóan felhős, csillagfényes időre van kilátás. Karácsony mindkét napján enyhe időjárás várható, változó felhőzettel, időszakos napsütéssel. Számottevő csapadék hétfő estig nem valószínű. Kedre előre láthatólag egy árnyalatnyit csökken a hőmérséklet, de továbbra is az átlagosnál jóval enyhébb időben lehet részünk, változó felhőzettel, napos időszakokkal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig magam és a kollégáim nevében is áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak. Egyenek finom beigliket, de természetesen csak mértékkel. És ne feledjék, kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!